Holoda Attila, korábbi energetikai szakember vendégem. Jó reggelt kívánok, államtitkár. Jó reggelt. És ahogy itt közben lapozom, annyi mindent összeírtunk a szerkesztőkkel, de engedje meg nekem, hogy azzal kezdjük, hogy az önök világában, az önök szektorában, akiknek ez a területe, ezzel foglalkoznak energetikával, elgondolkodtak-e azon, hogy Aszódi Attilának ennyire váratlanul miért kellett mennie, távoznia? Biztosan sokan elgondolkoztak rajta. Én a magam részéről nem csodálkoztam, amikor kiderült, hogy ilyen komoly csúszások vannak ebben a projektben, akkor a politikusok előbb-utóbb találnak maguknak egy bűnbakot. Én egyértelműen úgy gondolom, hogy Aszódi Attila ezúttal a bűnbak szerepét töltötte be, valakinek el kellett vinni a balhét a csúszás. Tehát, hogyha a Paks 2 beruházása csúszik, akkor alapvetően ezért ő volt a felelős? Hát valakit kellett találni felelősnek, lehetett volna a minisztert is választani, úgy döntöttek, hogy Aszódi Attila, ő sokkal régebben adja a nevét ehhez a projekthez, mondjuk úgy, hogy a kezdetektől kezdve, már 5 éve ezzel foglalkozik, kellett valaki, aki ezt elvitte, ezt a balhét mások helyett. Pedig ugye őt szakmán belül nagyon jó szakembernek Hogyne. Tartották. Hogyne, őt most is nagyon jó szakembernek tartják, egy elismert professzor a Budapesti Műszaki Egyetemnek, tanszékvezető volt ezen a területen, nagyon kedvelik a diákja is, nyilvánvaló, hogy egyfajta politikai cél érdekében ő beáldozott ebből a reputációból, hogy mennyit sikerül majd visszaszerezni, ez majd rajta múlik. Igen, de ez a politikai cél, ez akkor mi volt alapvetően? Hát alapvetően a politikai cél az volt, hogy bebizonyítani erről a beruházásról, amiről kezdetektől kezdve kiderült, hogy azért nem az évszázad üzlete, ahogy erről szoktak beszélni, hanem sokkal inkább politikai kérdésként kezelt valami fajta elköteleződés az orosz típusú erőművek mellett. Egy nagyon rossz előkészítés után, hirtelen meghozott politikai döntés után neki kellett a bizonyítványt magyarázni szakmai oldalról. Na de hát nem Aszódi Attila kötötte meg a szerződést, nem ő készíti a terveket, nem ő fogja a betont önteni ott a helyszínen. Ez igaz, ez nagyon igaz, de mivel a projektért felelős miniszterelnöki biztos volt nagyon sokáig, aztán pedig államtitkár. Nyilvánvaló, hogy ő viselte azt a egy személyi felelősséget nagyon hosszú ideig, hogy ez a projekt az időre megcsinálja azokat a mérföldköveket. No, menjünk tovább, lehet, hogy egyszer majd kiderül a teljes igazsága az ő menesztésének. Ugye annyit tudunk, hogy mert ugye ez a sajtóban is megjelent, hogy Aszódi Attilát majd Kovács Pál fogja helyettesíteni, ugye? Vagy legalábbis ezt a munkát ugye ő fogja folytatni. Mi az igazság, a választópolgár körülbelül hol húzhatja meg azt a határvonalat, hogy na most tudjuk, hogy ez a Paks 2-re alapvetően szükség van, és hogyha szükség van, akkor ez mondjuk határidőre be fog fejeződni, jó a konstrukció is, amivel a hitelszerződést megkötötték. Hát ez egy nagyon összetett kérdés, ugye egy kérdésre belül elég sok minden elhangzott. Az egyik az, hogy szükség van-e vagy se. Ugye én magam egyébként atomenergia párti vagyok, hiszek abban, hogy lehet ezt az energiát nagyon, nagyon biztonságosan működtetni, ráadásul ez egy emissziós oldalról nézve, ez egy zéró kibocsátású. Tehát működtetés közben nem szennyezi a levegőt, nem növeli a CO2 szintet. Ugyanakkor az is látszik, hogy az atomenergia felett kezd eljárni az idő, mert sokkal drágább maga a beruházás, és nagyon sokáig tart. Ebből következően borzasztó nehéz olyan előrejelzéseket készíteni, amik megbízhatóan alátámasztatják azt, hogy most ez a beruházás meg fogja érni, vagy se. Mert hogy akkor teljes egészében inkább a megújuló energiaforrások irányába kellene elmozdulnia minden országnak? Minden ország abba az irányba mozdul el. Én nem olyan régen olvastam ezzel kapcsolatban több tanulmányt is, amik azt jelzik előre, hogy az elkövetkezendő 10-15 éven belül egy drámai változás lesz a megújulók irányába, ugyanakkor nem kihagyhatók azok a típusú erőművek, amelyek képesek akkor is működni, amikor a megújuló energiaforrásokból nem tudunk elérni. Igen, nyilván ez most egy másik típusú beszélgetés lenne, hogyha erről kellene itt a stúdióban beszélgetünk, de kanyarodjunk vissza a Paks 2-re. Paks 2-t pestiesen fogalmazva már nem tudja kimozogni ez a kormány? Nem tudnak belőle kifarolni?
Mindenből ki lehet farolni. Én úgy gondolom, hogy bármilyen szerződés fölmondható. Látszik is, hogy próbálják tágítani azokat a határokat. Most éppen a hitelszerződéssel kapcsolatosan egy újra tárgyalás. Ugye már az elején elhangzott egyébként, és többször többen elmondtuk, és volt is ezzel kapcsolatban elemzés, hogy már akkoriban lehetett sokkal jobb feltételekkel hitelt fölvenni. És ráadásul ez a hitelkonstrukció, ez kapcsolódott ahhoz, hogy hogyan ütemezték a beruházást. Az is látszott, hogy az a beruházási ütemezés az egy nagyon feszített, nem tartható egy ilyen típusú beruházásnál, tehát sokkal hamarabb következik be ennek a hitelnek a visszafizetése. Most ha már említi Attila, bocsánat, igen, a hitelt 10 milliárd euró, ugye ez igen, a hitel, ugye? Így van. Jól emlékszem. Így van. Azért csak ezt mondjuk el szintén a nézőinknek, hogy ennek az orosz euró hitelnek a kamata akár 5% is lehet, és a nemzetközi pénzpiacon ugyanezt a hitelkonstrukciót mondjuk közel 2%-ért is el lehetne érni, vagy el lehetne hozni. Nyilvánvaló, hogy azt azért látni kell, hogy amikor megkötnek egy üzletet, annak az előkészítése sokkal hamarabb zajlik. Az, hogy most az európai piacon ennyire alacsony, mondjuk úgy, hogy a fele ennek a kamatszintje, ami elérhető a hiteleknél, az azért nem látszott. Az viszont látszott, hogy annál a konstrukciónál sokkal jobb konstrukció is elérhető lett volna a piacon, de nyilvánvalónak tartom, hogy egyrészt nem olyan könnyű 10 milliárd eurós hitelt találni csak úgy a piacon, főleg olyan energetikai beruházás, amelynek a megtérülése kérdéses. Akkor most hol van az igazság? Ahol Szél Bernadett, vagy ahogy Szél Bernadett megfogalmazta, hogy ez az üzlet tulajdonképpen nem más, mint ez évszázad arcraesése, vagy amit Orbán Viktor miniszterelnök úr mond, hogy ez évszázad üzlete? Hát, ahogy szokták mondani, valahol a kettő között van. Nyilvánvaló, hogy akkor lesz az évszázad arcraesése, hogyha ez az erőmű ezekkel a feltételekkel megvalósul, ahogy most jelenleg a papírokban van rögzítve, és ez sosem lesz az évszázad üzlete. Ugyanakkor változhat természetesen az a fajta energia árkörnyezet, amiben a megtérülése módosulhat ennek az erőműnek. Jelenleg az látszik, hogy ez nem egy megtérülő beruházás lesz hosszú távon sem, tehát jó üzletnek nem mondanám. Ugyanakkor csak akkor lesz igazán arcraesés, hogyha valóban megépül ebben a formában, ahogy van. Én azt mondtam korábban is, már 5 évvel ezelőtt is, hogy én szerintem nem fog megépülni ez az erőmű, azért, mert meghaladja a technológiai fejlődés azt az időszakot, mire ez az erőmű elkészülne. Most 2032-ről beszélünk. Most 2019 van. 2032-ig elképzelhetetlen méretű változás lesz még a technológiában. Szerintem akkor már az ilyen típusú erőművek nem lesznek életképesek. Na várjon, de azért nem fog ez akkor az ön álláspontja szerint megépülni, mert hogy technológiai folyamatok nem teszik ezt lehetővé. Nem a folyamat. A folyamat lehetővé teszi, lehetővé csak éppen teszi. Sokkal újabb technológiák fognak addigra napvilágot látni. De ez jelenti azt is, hogy ez mondjuk nem 10 milliárd kellene, ez már mint 10 milliárd euró, hanem jóval több pénz, tehát hogy drágulna. Én nem gondolom, most én nem arról beszélek, hogy megvalósul ez az atomerőmű, arról az én saját feltételezésemről beszélek, hogy azért nem valósul meg, mert olyan technológiai változások és fejlődések lesznek a világban, az energetikában, ami már mondjuk úgy, hogy okafogyottá fogja tenni. De ez az orosz félnek mi lenne érdek, hogy azt mondja, hogy gyerekek, annyi minden változott, akkor mégse kell ezt megcsinálni, megépíteni. Az orosz fél ezt nem fogja mondani, ezért fogja azt mondani az orosz fél, folyamatosan amellett fogja magát tartani, hogy ez az erőmű az úgy épüljön meg, ahogy ő szeretné. Ugyanakkor az orosz fél az, amelyik nem tud betartani olyan előírásokat, amelyek akár a finn erőműnél is látszott, de a magyar erőműnél is ugyanúgy látszik, nem képesek jelenleg az oroszok Európai Uniónak megfelelő terv dokumentációt kibocsátani, ebből következően kétséges, hogy ez a kivitelezés olyan formában megvalósulhat, hogy az megfelel minden olyan biztonsági követelménynek a jelen formájában, amit az Európai Unió meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elvárna. Nem véletlen, hogy még mindig nem nyújtották be a terv dokumentációt. De közben minden folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Minden jót.